2010 óta a magyar nyelvi szolgáltató iroda egy angliai ötlet alapján választja ki az év szavát, antiszavát, ifjúsági és költői szavát. A munkatársak saját ötleteikből szűkítik le a kört végül a dobogós kifejezésekre. Így lett az év végül a csok családi otthonteremtési kedvezmény, ez egy mozaik szó, azon belül betű szó, és uh, direkt úgy döntöttünk, hogy, uh, hogy pozitív kicsengési szót választunk. Tehát annyi rossz történik a világban, hogy ez mindenképpen jó, annak ellenére, hogy vannak, akik ugye ezt másképp gondolják, hogy nem a pozitív töltetre gondoltunk. Tehát uh, a kollégám nagyon kedvesen indokolta egyébként ezt a uh, szót, hogy miért ezt választottuk, mert úgy gondolta, hogy hát bízunk abban, hogy a a Magyarország demográfiai helyzete változni fog, hogyha a csókra és a csokra nyíló ajkak és szemek hatására vagy annak örömére születik majd sok gyerek Magyarországon. A második helyen a Brexit végzett, harmadik pedig a kvóta lett, de megválasztották az év antiszavát is, ez a párváltás, amely a kötődés nélküli párkapcsolatokra utal. Minyakáról kiemelte, a választás egyben egy kritika is a fiatalok számára. Ebben a kategóriában versenyben volt még a bulibáró is, amely így végül második helyen végzett. Az ifjúsági szó, az év ifjúsági szava az a filterbuborék lett. Na most természetesen sokan nem ismerik ezt, de van egy kolléganőm, aki direkt a netnyelvészettel, illetve az ifjús, a fiatalok szavai kifejezéssel foglalkozik. A filterbuborék tulajdonképpen egy, egy szűrő, tartalomszűrő program. Tehát a legismertebb közösségi oldalunkon ez a program figyeli, hogy mi mit lájkolunk, like mit osztunk meg, mihez fűzünk megjegyzést, azaz kommentelünk, és ennek megfelelően szűri a tartalmakat. Tehát ezek a tartalmak fognak megjelenni tulajdonképpen a mi oldalunkon, így az illető, aki ezt látja, egy-egy buborékban van, mert azt hiszi, hogy mindenki vele ért egyet. De versenyben volt még a sajt Buresztó is, ami Kenderesi Tamás úszó miatt került be a csoportba. Az évköltői költői István művéből választották, ez a tett hazafi és száj hazafi kifejezés. Azért is lett ez a kifejezés dobogós, mert ez a két jellemforma ma is jellemző még, tette hozzá Minya Károly.